állt itt mellettem a színpadon, szóló gitárral a kezében. Úgyhogy nagy élmény volt. Nem, azt hiszem, apa, csináltunk már ilyet valaha? Nem figyelem, természetesen. Tehát ez az első alkalom, amikor közösen jöttünk fel édesapámmal. Szóval akkor ez egy ősbelőtt a fogalmat. És akkor hogy érezted valahogy elsőként apa mellett a színpadon? Biztonságban, mellette mindig biztonságban érzem magam, most is ezt éreztem. Jó van. Nagyon szépen köszönöm, és esetleg valami kis apró titkot a sorozatból eltudtam állom, itt a kedves közönségnek, igaz, hogy csak majdnem négyszer közt vagyunk, senki nem fogja hallani itt rajtunk kívül, hanem olyan titkot, amit mondjuk a nézők nem láthatnak. Hát bármit elárulnék, akkor azt hiszem, hogy meg kell gyűljön az illetőt, úgyhogy nem árulhatok el sem, nem lehet. Szóval titoktartási szerződést aláírtak vele, és gondolom az látszik a gázsiba, de minket az most abszolút nem érdekel. Hát szóval nagyon szépen köszönjük, hogy te is itt voltál, és köszönjük szépen az zenekarnak. És még egyszer egy tartsuk, és köszönjük szépen az új jövőnek, aki annak idején a Diógyóris stadionban is fennállt a színpadon. Köszönjük, hogy ebben a kicsit volt időben is itt voltatok velünk. És annyit mondanék, hogy aki még kíváncsi klasszikus P-mobil, Deep Purple notákra, jövő héten itt leszünk szerinteken a Grízoda este 9-től, és sok szeretettel várom bennetekre. Köszönjük szépen!